Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit minden a Mobilizből. Engem Molnár Milánnak hívnak, és ma elsősorban azokhoz a hetedikesekhez szólunk, akik most fizikát tanul, fizika tanulmányaik során a halmazállapot változásokat tanulmányozzák otthon, még otthoni tanulás során. A témánk most kifejezetten a párolgás és annak ellenkező irányú folyamat a lecsapódás. Tehát azt vizsgáljuk, hogy folyékony halmazállapotból légnemű halmazállapotba hogyan megy át az anyag, ugye ez a párolgás, és légneműből folyékonyba hogyan megy át, ez pedig ugye a lecsapódás. Ugye, ha már itt tartunk, akkor az első kérdés, amit meg kellene válaszolnunk, hogy ilyenkor, elközben a halmazállapot változás közben, hogyan változik az anyagnak a térfogata kiterjedése. Ez egy vizsgálandó kérdés most számunkra, és ezt a következőképpen tesszük meg. Jelen pillanatban ebben a lombik van, levegő van, és ezt, a, ezt, fogjuk kiegészíteni némi vízzel. Egy nagyon kevés vizet fogok én ebbe a, lombika lombik aljába önteni. Ennek a kevés víznek a nagyon keveset. Ennek a kevés víznek a halmaz állapot változását fogjuk tanulmányozni. Jelen pillanatban az edényünkben tehát van egy kevés folyékony víz, és fölötte légnemű levegő. Hogyha ez ez ugye most is folyamatosan párolog természetesen, viszont mivel jelen pillanatban nagyjából egyensúly tart fenn a környezetével, ezért az történik, hogy amennyi elpárolog belőle víz, nagyjából azzal hasonló mennyiségű csapódik is vissza a vízbe. Persze, hogyha, ez csak akkor igaz, hogyha én fognék egy dugót, és ezt a dugóval ezt így lezárnám. Ha ezt én nem zárom le, hanem egy kb. végtelen légtérrel érintkezik, mint itt, akkor az biztos, hogy az ő általa elpárolgott vízrészecskék nem tudják igazából számottevően növelni a körülötte levő levegő páratartalmát, hiszen rengeteg levegő van, itt bőven elférnek benne. Ezért egy idő után végleg elpárolog ez a víz innen. Ezt tapasztaljuk minden, nap, hogy kijöntünk egy kis pocsolyát a Aztánra eső után felszárad a víz az útról, a ruháink, ha elég, a kiterítjük, megszáradnak. Tehát a párolgás minden hőmérsékleten lejátszódik, hiszen arról van szó, hogy amíg az ő általa keltett légnemű víz ö, elfér a körülötte levő levegőben, addig ő szépen párologni fog. Akkor történik, akkor áll meg a párolgás, amikor egyensúly lép föl a visszacsapódás és a párolgás között. Ezért van az, hogy például nagyon párás időben nem tudnak megszáradni a ruhák a kiszárított kötélen. Na de, mi a különbség forrás és párolgás között? Forrás az, amikor gyakorlatilag egész térfogatában egyszerre alakul át légneművé mindenhol a, a, a folyadék, és ezt fogjuk most megvizsgálni, ugyanis ilyen állapotban, ilyen körülmények között Gyakorlatilag elérhető az, hogy ebben a lombikban nagyon sok légnemű vízgőz keletkezzen egyszerre, és ez ki tudja szorítani maga elől a benne található levegőt. Úgy fogom lezárni, hogy egy ilyen csővel, hát egy ilyen átfúrt csővel ö, ellátott dugó segítségével zárom le ezt az edényt, és így a csövön keresztül ki tud elenni az edényből a levegő, elérhető az, hogy a belsejében már csak folyékony és légnemű víz legyen. Ezután, hogyha én ezt lehűtöm, tehát elzárom, akkor természetesen odabent a légnemű víz lecsapódik, folyékony lesz, és én azt állítom, hogy ilyenkor kisebb helyen elfér folyékony állapotban, mint légneműben, vagyis keletkezik egy csomó üres hely, ahol eddig légnemű volt, azt most már arra nincs szüksége, visszaadja, és erre a szabad helyre a csövön keresztül természetesen visszaáramlik az a levegő, amit először kiszorított. Na de, hogy ezt nekem elhiggye bárki, ezt én megmutatom, ugyanis Levegővel ezt nehéz megmutatni, nem levegőt fogok oda tenni, hanem némi kékszínű ételfestékkel megszínezett vizet. Tehát azt fogjuk csinálni, hogy a kiszorított levegő, he, levegőt nem engedem vissza, hanem majd egy ilyen hőálló kesztyű segítségével ezt az edényt így szépen bele fogom fordítani a vízbe, így azon a helyen, ahol a nyílás van, ahonnan be tud áramlani bármi az edénybe, ott nem levegő lesz, hanem kékszínű víz. Ha tényleg van üres hely a lombikban, akkor annak a kékszínű víznek kell oda visszamennie, bemutatva azt, hogy légnemű állapotban mennyivel több helyet követel az anyag, mint folyékonyban. Na hát akkor egy szónak is, száz is egy a vége, kezdjük is el. Azért nyilván a biztonság az első, az ember forró vízzel, üveg dolgokkal kísérletezik, akkor ez természetesen használni kell. A kérésem az, hogy ezt a kísérletet azért ne, ne próbáljuk meg otthon utána csinálni. Azért általában az ilyen forralós, nagyon forró vízzel végzett kísérletek azért nem teljesen veszélytelenek. Ezért ezt inkább csak felvételen nézzük meg. Elkezdjük tehát melegíteni a vizet, és ennek hatására, ugye majd rövidesen, mivel nagyon kevés vizet raktam csak bele, ez elég gyorsan, elég gyorsan fölmelegszik, és hogyha ez fölmelegedett és elkezd, elkezd forni, eléri a forráspontját, akkor a, olyan ütemben tud átalakulni légnemű halmazállapotba, hogy képes maga elől kiszorítani a benne található levegőt. Ha ezt az állapotot elértük, akkor lehűtjük, hagyjuk lehűlni, ekkor én azt állítom, hogy szerintem kisebb helyen el fog férni, és a szabad helyre megnézzük, hogy visszamegye valami. Igazan van-e azzal az állítással, hogy légnemű állapotban? Kisebb helyen fér el az anyag, ö, nagyobb helyen fér az anyag, mint folyékonyban. Már csak pillanatokat kell várnunk, amíg ez a nagyon kevés, még lehet, hogy is egy picit sokat öntöttem bele ö, az, az edény aljába. Ugye az fontos, hogy azt állítom még egyszer, hogy sokkal több helyet foglal el légneműben. Tehát az a nagyon pici víz, amit az edény aljába raktam, az légnemű állapotban bőven-bőven képes lesz a, az edényünket kitölteni, de mondom, ez mind, mind csak az én előzetes feltevésem, hipotézisem, a kísérlet fogja ezt igazolni. Talán most már lehet látni, hogy a víz elkezdett forni, és ilyenkor nagyon drasztikusan megnő oda benne a páratartalom, és most már talán az is látszik a képernyőn, a felvételen, itt a pólom, vagy a kesztyűm hátterén, hogy csap ki a gőz ebből az edényből, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag most már levegő nem nagyon van benne, elzárjuk, és most tessék figyelni, beletartom a száját a, vízbe, oda, itt most már nem melegítjük, tehát lehűl, és azzal, hogy lehűl, azzal elérhető, hogy lecsapódik, légneműből folyékony lesz. Légneműből folyékony lett, és kérem szépen, folyékony állapotban sokkal kisebb helyen elfért, és a sokkal kisebb helyre, a felszabaduló üres helyre ami éppen ott volt a nyílásnál, az beáramlott. Hát nagyon fontos tanulság ennek a kísérletnek, tehát, hogy alapvetően igazam volt. Valóban folyékony állapotban sokkal-sokkal kisebb helyen elfért. És itt látszik, hogy mennyivel kisebb helyen. Nem is sikerült tökéletesen bevallom őszintén, mivel ebben a kesztyűben, nem bírtam követni a vízszint csökkenését, ezért szívott egy kis levegőt is a külvilágból. Ezért van ez a, kis, ez a nagyméretű buborék itt fölül az edény tetején. Valamekkora buborék mindenképpen lenne ott fönt, már csak azért is, mert egy bizonyos szint alatt már maga a folyadék is ugye légnemű állapotban megmaradna. Ott látszik, hogy ebben most azért egy kicsi levegő is került. De minden esetre azért remélhetőleg igazoltuk azt az állítást, hogy a párolgás során Sokkal nagyobb helyet foglal el a folyadék, lecsapódás során pedig sokkal kisebb helyre fér el. Sok szeretettel köszöntök mindenkit innen a Mobilizből, engem Molnár Milánnak hívnak, és elsősorban, de nem, kis, de nem kizárólagosan a hetedik osztályosokhoz szólok, akik most fizika órán valószínűleg ott a halmazállapotok állapotok környékén tartanak, és ezeket tanulmányozzák. A mai alkalommal kifejezetten a párolgás témaköré szeretnénk egy picit megértésében, a témakörének megértésében szeretnénk egy picit segíteni. Ezzel kapcsolatban mutatnék egy ö, talán otthon nehezebben elvégezhető kísérletet. A kísérlet a következő. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a párolgásnak a, hogy mennyire könnyű egy részecskének elpárologni, az függ -e attól, hogy ő fölötte, fölötte a légtérben mennyi részecske röpköd. Tehát miről, miről van szó? Ebben a pohárban folyékony halmazállapotú víz található, és a folyékony halmazállapotú vízben a részecskék egymás között elgördülnek, úszkálnak, stb. Felír egy részecske a felszínre. De a felszínen többféle lehetősége van. Nyilván visszafordulhat, úszhat a felszínen, vagy, és ez a legfontosabb most a mi szempontunkból, a felszínen lévő részecske elröppelhet a levegőbe kérdés a következő, hogy neki mikor a legkönnyebb, mikor könnyebb elröppenni a levegőbe. Ha fölötte sok részecske röpköd, vagy ha kevés. Ha egy egyszerű hétköznapi közlekedéses példát néznénk, akkor nyilván nekünk egy, egy főútra a mellék utcából autóval kihajtani könnyebb, hogyha ott kisebb a forgalom. Én este, amikor már, vagy éppen most ilyen kihárási korlátozások idején, akkor kicsi a forgalom, könnyen kihajtunk a főútra a mellékutcából, de mondjuk egy átlagos ö, hétköznap délelőtt, amikor mindenki munkába indul, akkor viszonylag nehéz megvárni, hogy na, akkor legyen ott egy kis rés, ahol kiférünk. Ugyanez igaz a részecskékkel is a folyadékokban. Ha fölöttük nagyon sok ö, légnemű részecske röpköd, akkor nekik is nehezebb elröppenni. Mutassuk ezt meg egy kísérlettel. Az lesz a kísérletünk hogy egy vákum szivattyú segítségével ezzel a búra alól ki tudjuk szippantani az ott lévő légnemű részecskéket. Vagyis gyakorlatilag tudjuk modellezni azt, hogy egy csökkentjük a forgalmat a levegő részecskéi és a víz részecskéinek a, a, a légnemű részecskéi között. Ezt fogjuk most megcsinálni, de előtte, hogy azért legyen egy kis mérés is a kísérletünkben, egy hőmérőt teszünk ide ebbe a vízbe, és megnézzük, hogy mennyi ennek a víznek jelenleg a hőmérséklete. Most viszont már akkor azt azt nézzük meg sokkal közelebbről. És az alatt, amíg a kamera ráközelít a, a pohárra és a hőmérőre, az alatt legalább be is áll egy hőmérsékleti egyensúly, egy termikus egyensúly. Talán lehet még egy picit, szerintem közelebb menni. És nézzük meg, hogy valahol ott picit fordítok rajta, hogy jobban látszódjon. Hát én még lehet, hogy egy picit közelebb vennék. A lényeg az, hogy olyan 20, 21 fok környékén van ennek a víznek a hőmérséklete, ha minden igaz. Na, és akkor lefedjük a edényünket ezzel a búrával. Még most is nagyon szépen látszik ott a hőmérünk. Ez nem higany, hanem alkohol szála, ilyen festékkel megfestett alkohol. És nézzük, hogy akkor hogyan mi történik. Tehát most akkor elkezdjük csökkenteni, a részecskéknek a számát abban a légtérben. folyamatosan szívjuk el onnan a részecskéket, és így elméletileg ott kisebb a forgalom. Ha kisebb a forgalom, akkor a víz részecskéknek könnyebb elröppenni a, a, magasba, és az olyannyira könnyebb nekik, hogy tessék csak oda nézni. A folyadék belsejében is kialakulnak buborékok, és a víz forni kezd, egyértelműen láthatóan lobog forra víz. Ilyenkor, amikor itt ülnek előttem nézők, akkor mindig megszoktam kérdezni, mi van ezekben a buborékokban. Hát most otthon, otthon, mindenki hangosan válaszolja meg, hogy mi van ezekben a buborékokban. Nagyon jó, semmiképpen sem levegő. Ugye ezekben víz van, légnemű halmaz állapotú víz. És nagyon szépen látszik, hogy lobog a víz, forr a víz. Na de mi van akkor, hogyha én visszaengedem a levegőt, és újra megnöveljük a forgalmat ebben a légtérben. A levegő részecskék újra a megszokott, a megszokott módon e, dolgoznak, akkor kérem szépen a forrás természetesen abba marad, és hogyha én most itt az ujjammal letörlöm minden a párát, akkor látható, nézzük csak meg, bement a hőmérsékletünk 20 fok alá a 21-22 fokon volt valamikor a kísérlet kezdetén a hőmérséklet. Most olyan, ha jól látom, most akkor ne haragudni, de közelebbről megnézem én is, 19 fokos jelen pillanatban ez a víz. És akkor most viszont beszéljük meg, hogy mi is történt itt. Hát ez, a, ez az utolsó lépés, hogy most 19 fokos lett a víz, ez egy külön tárgyalást megér, azt gondolom. De ami nagyon fontos, hogy semmiképpen nem értük el azt a, azt a hőmérsékletet, amelyiket mi öm, forráspontnak szoktunk nevezni a hétköznapokban. Ugye a víz esetében a forráspontot mindig olyan nagyjából olyan 100 Celsius fok környékére ö, szoktuk mondani. Hát ez biztos, hogy nem volt 100 fokos. Itt én most nyugodtan puszta kézzel megfogom. Ez ugyanaz a kellemes 20 fok környéki hőmérsékletű víz, abszolút nem forró. A víz mégis fort. Azért, mert a részecskéknek sokkal könnyebb volt elröppenni, mint korábban. Gyakorlatilag azáltal, hogy a fölöttük lévő levegő mennyiségét csökkentettük, kicsit tudományosabban azt is mondhatnánk, hogy csökkent a levegő nyomása, ezzel a forráspontja ennek a folyadéknak jelentősen csökkent. És el tudtuk érni azt, hogy a forráspontja a folyadéknak lecsökkenjen a szobahőmérséklet alá. És itt ezen a szobahőmérsékleten már ő heves forrásra tudott kezdeni. Hát, ha esetleg egyszer majd magas, hegy, magas mentek hegyet mászni, akkor bizony érdemes azt meg, megfogadni, hiszen ott nehezebb, nehezebb bizony fölforralni a vizet. Ezért például babot meg csülköt nem a kell megpróbálni főzni, hiszen nem fog megpuhulni. Uh, hiszen ugyan forni fog a víz, de nem fog fölmelegedni 100 fokra, hanem olyan 85-90 fok környékén abba hagyja a melegedést. Na kérem szépen, ez nagyon fontos. Tehát amikor, amikor a, a folyadék részecskék elpárolognak, akkor konkrétan elröppennek, és ez nekik akkor könnyebb, ha fölöttük keves, kevesebb levegő részecske nyomja őket vissza. És egyébként, hogy miért lett hidegebb? Hát erre pedig a magyarázat az, hogy a hőmérséklettel a folyadéknak az összes energiáját jellemezzük, hogy mennyi energiája van. És ha belegondolunk, egy részecskének a repüléshez sokkal több energia kell, mint az úszkáláshoz. Ezt az extra energiát, ami a repüléshez kell, a többiektől vonta el ezért ő nekik csökkent az energiájuk, vagyis a folyadék összességében lehűlt. Hát ezért fázunk nyáron, amikor kijövünk a strandon a medencéből, mert a bőrünkről párolog a víz, és az ilyenkor lehűl, és lehűti a testünket. Nem azért, mert megszoktuk a vizet, vagy éppen a levegőt, vagy bármi mást. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok, Máté vagyok, ez a Mobilis Diák Labor. Most a hetedik osztályosoknak szeretném az ionok kialakulását megmutatni. Néhány kísérletet is fogunk látni, de először nézzük meg, hogy melyik két ionnal fogunk foglalkozni. A nátrium és a kloridion lesz az első páros. Nézzük meg, hogy ezek az ionok hogyan készülnek el az atomokból. Mint láthatjuk, a periódusos rendszerben rengeteg atom található. Mindegyik atomnak van egy-egy rendszáma, ez segít a periódusos rendszerben az eligazodásban. Ezeken kívül, a rendszámon kívül azt is láthatjuk, hogy vannak periódusok, illetve főcsoportok, illetve mellékcsoportok. Például nézzük a nátriumot, amivel most fogunk kísérletezni. A nátriumnak 11-es a rendszáma, ez azt jelenti, hogy 11 proton található az atommagjában. Ezen kívül a nátrium a harmadik periódusban található, és az első főcsoportban. Most építsük meg a nátrium atomot, illetve az ő elektron szerkezetét. Ez majd ahhoz fog nekünk segíteni, hogy a kémiai reakciókban való szerepét megértsük. A modellhez, amit most használni fogunk, Legót ö, alkalmazunk. Ez nem más, mint több színű, legóból összeállított atommag. Ő lesz a nátriumnak az atommagja. Razzolok ide egy kört, ez szimbolizálja majd az első elektronhéjat, a legbelsőt. És de belerakom a nátriumnak az atommagját. Az atommag kétféle elemi részecskéből áll, a protonokból és a neutronokból. Zöld színnel jelöltük most a protonokat, szürkével pedig a neutronokat. A nátrium esetén, mint ahogy láthatjuk, 11 darab proton van, ezért 11 darab zöld legó található most itt. Ha 11 darab pozitív töltésű proton található a protonnak, nátriumnak az atommagjában, akkor mivel az atom teljesen semleges kifelé, ezért 11 darab negatív töltésű elektronnak kell elhelyezkednie az atommagot körülvevő elektronhéjakon összesen. Az elektronhéjakon azonban nem össze-vissza helyezkednek el az elektronok, hanem meghatározott rend szerint a legbelső elektronhéjon kettő elektron tartózkodhat legfeljebb. Ezt nem kell megtanulnunk, hiszen a periódusos rendszerből is látszik. Az első periódus, ami tehát az első héjra utal, látszik, hogy ez is csak kettő elemet tartalmaz, éppen ezért csak kettő elektron fél, hiszen csak két elektron fér el a legbelső elektronhéjon. Nézzük tovább. A második elektronhéjon már összesen 2, 4, 6, 8 elektron fér el. Ehhez ugye egy második elektronhéjat kell rajzolnunk. A második elektronhéjon, a héjra helyezzük el ezt a 8 elektront. 2, 4, 6 és végül 8. Ha megnézzük, akkor most itt tartunk, tehát gyakorlatilag a neon elektron szerkezetével egyezik meg a most látható állapot. Két elektronhéjról beszélünk, és ő telítve van, de mind a legbelső héj, ő két elektronnal, mindvedig a második héj, ő pedig összesen 8 elektronnal. Igen, ám, de a nátriumnak 11 protonja van, tehát még egy elektron kell ahhoz, hogy elérjük a nátriumnak, az, megkapjuk a nátriumnak az elektron szerkezetét, tehát még egy elektronhéjat rajzolok, és arra egy egész darab elektron kerül. Így gyakorlatilag megkaptuk a nátriumnak az elektron szerkezetét. Most itt azért a modellel kapcsolatban megegyezném, hogy az arányok nem teljesen hitelesek, hiszen az atomoknál az atommag olyan távolságba helyezkedik el az elektronoktól, mint hogyha egy stadionnak a kellős közepére odaraknánk egy gombostűt, a gombostű, gombostű fejnagyságú atommaghoz képest a nézőtéren ülő emberek, vagy a nézőtéren helyezkednének el az elektronok. Tehát olyan nagy távolság van közöttük, ezt a modellben nem így jelöltük, és a kettő között nincsen semmi. Tehát gyakorlatilag teljesen légüres tér van, nincs ott semmi. Az elektronok jóval kisebbek a protonoknál. Ezen kívül természetesen szint sem tudunk, Értelmezni az elektronok, protonok és neutronok esetén. Ez most nyilván a Lego figurák miatt van. Na nézzük akkor, hogy ez a nátrium gyakorlatilag akkor hogyan épül fel, hogy a vegyele NA. Bal alsó sarokba írjuk a rendszámát, hogy 11, ezt ugye innen is leolvashatjuk. Nézzük meg, hogy hány protont tartalmaz. A protonok száma, Ugye éppen a rendszám, ami 11. Az elektronok száma is ugyanannyi, hiszen semleges részecskéről beszélünk, az is 11. És gyakorlatilag ugye nulla, kifelé nulla lesz a töltés, tehát egy semleges atomról van szó. Nézzük meg a másik atomunkat, amivel reagáltatni fogjuk majd a nátriumot. Ez nem lesz más, mint a klór. Egy kicsit ezt ide tesszük pihenni, és nézzük ugyanígy a klór atom felépítését. A klóratom ö, teljesen hasonlóan működik, mint előbb a nátrium. Nézzük meg, hogy hol található a klór a periódusos rendszerben. A klór 17-es 17 rendszámú, ez azt jelenti, hogy 17 proton van az ő atommagjában ez már egy jóval nagyobb atommag. Illetve nézzük meg az elhelyezkedését. Szintén a harmadik periódusban található, ami azt jelenti, hogy három elektronhéja van, és a 17. főcsoportba található, de ezt a tízes nyugodtan levehetjük, hiszen itt középen a mellék mellékcsoportokból is tíz van, így gyakorlatilag, ha levesszük a 10-et, akkor hét. Ez azt jelenti, hogy hét külső elektronja van. A klórnak. Kezdjük el fölépíteni tehát akkor a klóratomot is. Megrajzolom a legbelső elektronhéjat. Ezen szintén, úgy ahogy a nátrium esetén is, kettő elektron fér el. Majd nézzük meg a következő héjat. Ezen a héjon már 8, hiszen nézzük meg a második periódust, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és így kapjuk meg a neonnak az elektronszerkezetét. Tehát 2, 4, 6, és 8. Majd pedig kialakul a harmadik héj. Nézzük meg, hogy hány darab elektron kell, hogy legyen a harmadik héjon. Ugye jelenleg itt tartunk, ugye a neonnál. Nézzük meg, hogy akkor hány elektron kell még. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, még hét elektron kell. Kettő, négy, hat, és itt árválkodik egyedül ez a hetedik elektron. Tehát összesen a kloratomban, Tálható tehát 17 darab elektron. A klór atom. Szintén ugye bal alsó sorokba írjuk a rendszámot. 17es rendszáma van, a protonok száma 17, és az elektronok száma is 17. így egy semleges, atomot kapunk. Na most nézzük meg, hogy a klór, hogyan érj el a legkönnyebben. A nemes gáz atomokra jellemző szerkezetet. Hiszen első közelítésben mondhatjuk azt, hogy a kémiai reakcióknak az a célja, az atomoknak az a célja, hogy úgy vegyenek részt kémiai reakciókban, hogy ők valamilyen nemes gázhoz hasonlítsanak, legalábbis az elektron szerkezetük. Na most a klór az éppen egy elektronnyira van a tőle szomszédos argonhoz, tehát ő Mindent megtenne azért, hogy telítődjön a külső héja. Tehát milyen jó lenne, ha ide még egy elektron kerülne. Nézzük meg a nátriumot. A nátriumnál ö, pedig azt látjuk, hogy 11 elektronja van, és a 11 elektron közül egy a legkülső héjon van. Ő pedig, hogyha megszűnne itt ez az egyszerű elektron, akkor ő nagyon örülne neki, hiszen akkor egy telített hírhoz jutna, és gyakorlatilag így akkor a nátrium az a neon elektron szerkezetéhez hasonlítana. És akkor, ha a nátrium mindent megtenne azért, hogy egy elektront leadjon, a klóratom pedig mindent megtenne azért, hogy egy elektront szerezzen, akkor ők ö, gyakorlatilag nagyon szívesen reagálnak egymással. Hiszen a nátrium, minden egyes nátriumatom át fog adni egy-egy elektront a klóratomoknak, és így mindenki örül. Na most ezt a reakciót nézzük meg, a nátrium és a klór reakcióját. Sziasztok, Máté vagyok, ez a Mobilis Diák Labor. Most a hetedikeseknek szeretnék a nátrium és a klór reakcióját megmutatni. Először is előállítjuk a két elemet, mármint a, a klórt azt ugye elő kell állítanunk, a nátriumot azt pedig elemi állapotban tudjuk elővenni ebből a dobozból. Na nézzük akkor először a klórt. A klór előállítása nagyon egyszerű laboratóriumban. Ö, egy álló lombikba szórunk egy kevés káliumpermanganátot. Ez szép rózsaszínű anyag. Majd öntünk rá tömény sósavat. A két anyag reakciójaként klórgáz keletkezik, látni fogjuk majd a klórgáznak a színét. Mivel a klórgáz nem a legegészségesebb anyag a sőt mérgező, ezért egy elszívó fülkét használunk. Most be is kapcsolom. És amíg a klórgáz elkészül, addig a nátriumot fogom előkészíteni. A nátrium sötét színű üvegben, natriumot sötét színű üvegben tároljuk. Kiveszek egy kisebb darabot egy óra üvegre. és levágok belőle egy apró szemet. A nátrium nagyon szép csillogó szürke színű. Le fogom törölni róla a petróleumot, hiszen nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy a petróleum hogyan reagál, hanem a nátrium és a klór reakciójára. Miután a nátriumot kiszedtem, megtöröltem, bele fogom tenni egy olyan kémcsőbe, ami nek az oldalára egy lyukat, vagy kiukasztottuk gyakorlatilag ezt a kémcsövet. Beleteszem a szilárd halmazállapotú nátriumot, majd elkezdem hevíteni. A hevítéshez meggyújtom ezt a borszeszégőt, És nézzük meg tehát, hogy most jelenleg sziláthalmaz állapotú a kémcsőben lévő nátrium, de ha elkezdem melegíteni, akkor megolvad. Ugye, állandó mozgatással melegítjük a nátriumot. Jól megolvasztjuk, hogy könnyebben reagálhasson a klórral, Melegítésre általában szükség van a kémiai reakciókhoz, hiszen így jóval gyorsabban fognak mozogni az ő részecskéik. Tehát az apró pici nátriumatomok most jelenleg. Ugye ez a nátrium tömb nagyon sok nátriumatomból áll. Megolvasztjuk ebbe a kémcsőbe, és utána bele fogom tenni az előbb előállított klórgázba. Jó, a nátrium most sajnos meg is gyulladt, de semmi gond, mert csak elő fogja segíteni nekünk a reakciót. Most belerakom, nézzük meg, hogy mi történik. Gyakorlatilag fölhevítettük a nátriumot, és ezt a nátriumot beleraktam, és az a kérdés, hogy nagyítsuk ki ezt a lombikot, hogy jobban látszódjon a reakció. És nézzük meg, hogy amint a klórgáz érintkezik a nátriummal, szín színjelenséget is tapasztalhatunk. Másrészt tovább folytatódik az izzás. Az a szín egyébként, amit láthatunk, ez a narancsárga színű, tehát szeretném, hogyha kinagyítanánk a lombikot, hogy csak a kémcső látszódjon. És nézzük meg, hogy ilyen narancsárga színű felvillanásokat látunk. Ez ugye a nátriumnak a reakciójából származik. És a kémcsőnek a peremén már megjelent a fehér színű nátriumklorid. Egy kicsit még talán megmelegítem és újra belerakom a klórba. Most szépen látszott az előbb. Tehát gyakorlatilag a klór és a nátrium újra reagál egymással, hogy fehér színű nátriumklorid képződik. Ezt meg is mutatom esetleg közelről. Tehát a kémcső alján lehet látni a fehér színű nátriumkloridot. Ugye ez egy gáz, vagy szilárdhalmazállapotú anyag.